A hozzánk hasonlóan a bajnokságban remekül szereplő budapesti Honvéd otthonában kezdte a Liga Kupa sorozatot a Győri Eto FC, amely ezúttal sárgászöld szürkében vette fel a harcot, főként olyan játékosokkal, akik eddig a bajnokságban kevesebb szerephez jutottak. Az Eto már a 6. percben megszerezte a vezetést Ráti Alexis egy gyönyörű fejes góljával, akit nem tudtak tartani a védők. A győriek irányították a játékot, de a Kispest is eljutott az Eto kapujáig. Vidovic szabadrúgásán Molnár rajta volt, így ha kaput talált volna, hálóőrünk biztosan hárította volna. Egy szép kiugratás Filip Kostić felé, de a 14 méterről leadott lövése elment a jobb kapufa mellett. Fél óra játék után megduplázta az előnyét a Győri Eto FC. Alexidze, Nikorec, illetve Pátkai volt a labda útja, és aztán kitették a jobb oldalra Andricsnak. A beadást többen is várták út középütt, a lecsorgó labdára Dudás csapott le a leggyorsabban, és bebombázta a jobb alsó sarokba, már is 2-0 volt a mérkőzés állása. És még Dudás került helyzetben a félidő hajrájába, Völgyi bedobásával lódult meg, de a hátvéd az utolsó pillanatban szerelni tudta a csatárunkat. A második félidő első veszélyes lehetősége a mi kapunk előtt adódott, Diára lövését Molnár azonban magabiztosan hárította. Egy szép Akjupér a Völgyi kényszerítőzés, Völgyi ezúttal a szokásától eltűren jobb lábbal tüzelt, hátul pedig szépen szűrtük a támadásokat, Langolykor két kispestit is megelőzött. Egy furcsa szabadrugás, ami nem úgy sikerült, ahogy szerették volna a kispestiek, Marek Strescsik pedig lecsapott a labdára, és aztán el is indult az ellenfél kapuja felé. 2-1-es szituációban gyönyörű csellel játsza magát tisztára és lő, Kemenes azonban leér a sarokra. Az ugyancsak csereként beállt Kronavetter harcos és szerez labdát, nem először a mérkőzés folyamán. Andricsot választja. A szélső csinál egy cselt befelé, aztán a lövésével megcélozza a jobb alsó sarkot. Nem sok híja volt, hogy megszülessen a harmadik gól, amire aztán végül is nem kellett sokat várni. Ismét Kronavetter és Andrics a labda útja, ezúttal most már tiszta az ittszer, és a ballábas lövés a hosszú sarokban kiköt. Mindez azt jelenti, hogy magabiztos győzelemmel kezdi a Győri Eto FC a Liga Kupa sorozatot, hiszen a Bozsik stadionban 3-0-ra nyertek a mieink a Honvéd otthonában.